Sziasztok, Varga Iza vagyok, ez pedig itt a Szövetség, a Honfoglaló Arénában ma a búgóhangú díva Nárai Erika és az Operett Színház fene gyereke Peller Karcsi látogattak el hozzám. Ők fogják felvenni a harcot a sötét nagyúrral. Nárai Erika, az Égszabták Scully ügynökének jól ismert magyar hangja, ezúttal Peller Károly Operett színésszel szövetkezik, hogy együtt győzzék le a sötét nagyurat. Vajon az igazság oda át van? Ezt lehet, hogy nem tudjuk meg, de az adás végére kiderül, hogy a sötétség vagy a szövetség győzedelmeskedik. Hogyan készültetek a mai játékra? Ez elmúlt 20 évben tulajdonképpen csak erre, nem? Igen. Csak erre készültünk. Igen, igen. Tudtuk, hogy egyszer ez a pillanat eljön is. Fontos volt a közös munka is, de azért tudtuk, hogy a végcél ez, nem? Hogy itt álljunk és megküzdjünk a sötét erővel. Úgy tudom, hogy komoly célokkal érkeztél, hogy valami csillámpónit szeretnél varázsolni a sötét. Ez a Karcsik ötlete volt, és teljesen igaza van, mert ugye három szarva van, és akkor az első ledöntjük, vagy letörjük, akkor hát akkor is olyan kis bénán néz ki, de a végül is hát, tudunk belőle csinálni egy unikornist, meg egy kis csillámpónit is, úgyhogy igen, ez a cél. A végcél, hogy eltüntessük teljesen. Igen. Helyes. Akkor már azt is tudjátok, hogy kétféleképpen győzhetek a mai játékban, vagy pontfölénnyel, vagy pedig a szarvak eltávolításával. Lássuk is, hol lesznek a bázisok. A sötét nagyúr választ először, az övé a lélekvesztő területe. A manók földje lesz Erikáé. Jaj, de cuki név. És a csipkés fjordok Karcsihoz kerültek. És most jön a területfoglalás. Először a sötét nagyúr választ. Bizonyára tudjátok, hogy szomszédos területet lehet választani. Felsőségség lángolóhegyek titokzatos átjáró. A lángolóhegyek jutottak hozzá. Most pedig Karcsi választ. Én a magányos sivatagot választom. A magányos sivatagot. Erika pedig. Békefölgye vagy Kalózöböl? Neked mi a jobb, Karcsi? Hát szerintem a békeföldje. Ugye én arra tippelnék, hogy azt választom, hogy egymás mellett szépen. Jó, akkor legyen a békeföldje. Helyes, nagyon jó választás. Kétféle módon győzhetek ebben a játékban. És ehhez nagyon jól kell taktikázni. Mindenképpen védenetek kell a váraitokat, mert viszonylag közel vagytok a sötét nagyúr várához. És ha eljut hozzátok, akkor bizony a ti váratok is veszélyben forog. Lássuk, a nagyúr a titokzatos átjárót választotta. Ja, most én választok, bocsánat. Hát akkor legyen a varázslók sziklái. Karcsi? Feneketlen tó. Húha. Azért majd vigyázzatok rá, hogy nehogy bezárjátok teljesen a fekete pályát, mert akkor az azt jelenti, hogy ha már nem lesz szomszédos területe önmagával, akkor bárhová terjeszkedhet majd a sötét nagyúr, úgyhogy erre is figyeljetek majd. Lássuk, ő mit választ. A felső síkságot. Most pedig Karcsi jön. Viharsarok. Viharsarok. Erika. De akkor ennek szellemében, amit az előbb elmondtál, a kalózöböl jöjjön. Kalózöböl. Sötét nagyúr. Júj, de gonosz! Bizony, erre számíthattunk. Igen. És akkor én nekem most repkednem kell tulajdonképpen. Akkor a nyugati kikötőt választom. Oké. Karcsi? Végtelen hegység. A végtelen hegység. Sok lehetőség közül. Húha. Igen, ismét a sötét nagyúr következik. Éles sziklák vagy keleti kapu, éles sziklákat választ. Karcsi? Jó reménységöből. Erika? Hát, mit mondasz, Károly? Tulajdonképpen nagy jelentősége nincs. Nincs, de azt nézem, hogy stratégiailag szinte mindegy. És akkor dramaturgiailag viszont akkor legyen a keleti kapu. Okay. És utoljára választ a sötét nagyúr. A fenyves zúgó és az övé. Egyébként nincs jelentősége, mert minden kérdésre fogjuk tudni a választ, tehát most tök mindegy, nem, Károly? Így van. Jöjjön is az első kérdés. Jó, de hisz ki! Hányszoros Grammy-díjas jazz énekesnő Ella Fitzgerald? 11? 10? 12 vagy 13? 15 másodpercet. Én 13-ra emlékszem, és én ezt meg is nyomom. Akkor én is azt nyomjam. Hát, rábízom. Én 13-ra emlékszem.
Jó, benyomtam a 12-t, hát ha. Nára Erika a Budapest Jazz Orchestrával énekli Ella Fitzgerald dalait, úgyhogy valószínű, hogy ő helyesen tippel, mennyit mondtál? 13-at. Karcsi 12-re gondolt, lássuk, mi a helyes válasz. Jaj. 13. Erika jól emlékezett. Nem baj. Nem tudtam neked azt mondani, hogy 1000%. Ez azt jelenti, hogy Karcsi helyet fog lépni a sötét nagy úr, Erika viszont majd a saját nevében foglalhat, most figyeljetek. A sötét nagy úr a kalózöböl területét. Azt foglald vissza. Igen, mert úgyis azt fogja utána igen, meg én. Kalózöböl, visszafoglalom. Helyes, ez egy nagyszerű taktikai döntés. Erika visszafoglalja a kalózöböl területét, és amit látjátok, innentől kezdve 400 pontot ér, ezért is ég rajta az a tűz. Na. És újra foglal a sötét nagy úr a varázslók szikláit. Választotta, jöhet a következő kérdés. Melyik híres orvos mondása a halál a belegben lakozik? Hippokratész, Albert Schweitzer, Dr. House vagy Szent Györgyi Albert? A halál a belegben lakozik? Hát miután fogalmas nincs, ezért én a Dr. House-ra tippelek, és ez tényleg csak egy tipp. Szent Györgyi Albertra mondjuk. Hát... ez egy nagyon-nagyon régi. Akkor már bebuktam. Igen. És szerintem akkor Hippokratész lesz. Ugye a bélbaktériumok szabályozzák az immunsejtek működését, ezért eszméletlenül fontos az egészségünk szempontjából az, hogy egészséges legyen a bélrendszerünk működése. Lássuk, melyik volt a helyes válasz? Hippokratész, azaz mind a ketten mellé nyúltatok. Ez most egy szomorú kör lesz. Hát ez az. A sötét nagy úr ugyanis hármat léphet. Lássuk, hogy melyik lesz az a három. Nyilván a békeföldje, békeföldje. Mert mind a kettőnket tud támadni. És egy-egy tornyunk fogja bánni. És lássuk. Igen. Egy torony oda. Remélem nem tornyot választ. De. Gonosz volt? Igen. Rendkívül gonosz volt a sötét. Jó, ne arra gyötő, most hazamegyek. Ez azt jelenti, hogy hatalmas veszélyben vagytok, mert ahogy igen, a pontszámaitok összeadódnak, úgy természetesen, ha egyiktek bukja a teljes várát, akkor a játéknak vége. Úgyhogy azt ajánlom, hogy gyűrjétek fel a gatyaszárát, és menjünk tovább. Hoppá! Életem első címszerepe. Mi történt, amikor Pinocchio hazudott? Megnőtt az orra? Megnőtt a feje, megnőtt a haja, vagy semmi? Hát akkor nyomjuk meg az orrát. Igen. Csak rám kell nézni, és megvan a helyes válasz. Megnőtt az orra. Bizony ez volt a helyes válasz, úgyhogy most nézzétek meg taktikailag, mit tudtok visszahódítani. Kezdjük először Karcsival. Békeföldje. Békeföldje. Erika jön. Mit mondasz, Károly, melyiket? Hát szerintem a sötét én a sötét, én is arra, jó, akkor legyen a sötét erdő. Sötét erdő, és lássuk a sötét nagy úr. Mit választ? Valamelyiket a kettő közül, nyilván. Ah, a békeföldjét. Oké. Okay. Ez ugye azt jelenti, hogy veszélyben a vár. Igen. Méghozzá mind a kettő. Mert mind a kettővel szomszédos ez a terület. Úgyhogy most nagyon-nagyon kellene vigyáznotok. Most csak helyes válaszokat adhatunk. Igen. Hogy helyes okay legyen a válasz. Nyugodtan beszéljétek meg. 15 másodpercbe belefér. Hát ez az. Igen. Erika nem tud 15 másodpercbe beszélni. Mondom azt a kérdést, amire biztos vagyok benne, hogy tudnotok kellene a helyes válasz, legalábbis egyikőtöknek. Na lássuk. Uff. Melyik évben rendezte Peller Károly? A Tatabányai Jászai Mari ja Színházban a Régi Nyár című operett produkció. 2012. Szerintem. Biztos ez? Nem ilyen kiderül. 2015. Igen. 2010. 2009. Vagy 2012. 12. Ja. Jól emlékeztél, 2012. Úgyhogy Erika választott is a területek közül. Hát... Vissza a békeföldjét? Aha, persze. Oké, okay, békeföldje. Karcsi,
Na most ez a kérdés, hogy a kezdjünk támadni, ugye? Ja, nem is választhatok mást. Hát akkor a titokzatos átjáró. És lássuk, visszahódítja a titokzatos átjárót, a sötét nagyúr. Vagy a békeföldjét inkább. Hát sajnos nem volt szerencsétek. És visszaszerezte magának. Melyik nyelv használatos a karatéban? Japán, mongol, kínai, avagy koreai? Japán. Én a japánt mondanám, igen. A karate szó jelentése üres kéz. Kérdés, hogy melyik nyelven? Na, lássuk. Japán nyelven. Helyes a válasz. Úgyhogy jöhet is a terjeszkedés, Karcsi. Titokzatos átjáró. Erika. Legyen a lángoló hegyek? Á, vagy pedig... Hát. Igen. Lángoló hegyek? Igen. Jó, igen. Akkor lángoló hegyek. És a sötét nagyúr következik. Bár. A lángoló hegyet visszahódította. De ez azt jelenti, hogy még mindig van egy területetek, ami szomszédos maradt az ő várával. Igen. Úgyhogy most... Lehet, hogy erre majd érdemes lesz figyelnetek, igen, a következő körben. Nagyon nagy tétje van annak, hogy most milyen kérdést kaptok. Hát ez igen. Az. Ha nehéz a kérdés, akkor bukjátok a szomszédos területet, ez minden bizonnyal így lesz. Ha viszont könnyű a kérdés, és mind a ketten helyesen válaszoltok, akkor akár két szartól is megszabadíthatjátok a sötét nagyurat, és az komolyan fokozza majd az esélyeteket arra, hogy esetleg megnyernétek a játékot. Legyen így. Oké, ez az utóbbi, ezt tetszik nekem. Ez igen. Az utóbbi lesz. Igen, legyen, akkor ezt a verziót. Lássuk, mi a következő kérdés. Melyik fogalommal nem a matematikában találkozhatunk? Az úzó hatással, Fermat sejtés, binomiális tétel, vagy Pascal háromszög? Indul az idő, 15 másodperc. Úzó hatás, binomiális tétel, Fermat sejtés, Pascal háromszög. Mi? Karcsi? Fermat sejtés. Én már látom, hogy mi a helyes válasz. A kérdés az, hogy jó vagy rossz hírem van-e. A helyes válasz egy kémiai fogalom, a spontán emulzióra vonatkozik, és az nem más, mint az úzó hatás. Ami azt jelenti, hogy megismétlődik az, amit pár körrel ezelőtt már megsirattunk, ez a háromszor következik a Sötét nagyúr című fejezet. Lássuk, mit választ. Még az első megérzés. Békeföldje. Erika, egy tornyod. Erika tornya. Elvette? El. És nekem is. Engem ez már nem is érdekel. Szegény. És Karcsi tornya. Igen. Hát, most jó kell válaszolni. Hogy ránézek a képernyőre, nem álltok fényesen. Nem. Na lássuk, mi a következő kérdés. Hát, ha sikerül még valahogy visszatornázni magatokat, biztatásul mondom, hogy a pontszámotok remek, 3400 a 2800-zal szemben. Mi az irigység színe? Jó, ezt tudom. Természetesen más, mint a sötét nagyúrnál. Tudod? Igen, sárga. Fekete, igen. Zöld, barna, avagy sárga? Hát akkor nyomjuk a sárgát. Természetesen a sárga az irigység színe. Ha megkönnyebbülhettek, és lássuk most, Karcsi válaszol először. Hát, ugye, ha most országot foglalok, akkor kapunk pontot, vagy pedig le tudok dönteni egy szarvat nála. Mit mondasz? Szerintem... Egy szarv nem szarv, ezt igen. Azért mondom. Igen. Tehát, hogy Erikának nincs szomszédos területe a lélekvesztővel, ezért ezt érdemes megfontolni, hogy egy szarval mire mentek, illetve és nézzétek meg azt, hogy hogyan védekezhetnétek, melyik az a szomszédos terület, ami nem lenne veletek határos. Tehát nekem, ha én a békeföldjét foglalom vissza, akkor neked a varázslók szikláit kell, és akkor egy kicsit védve vagyunk. Jó. Legyen ez. Békeföldje. Karcsi választása a békeföldjére esett. Erika?
Akkor én pedig a varázslók szikláit kérem. Remek, lássuk a sötét nagy úr döntését. Nyilván a varázslók szikláit fogja elvenni. Ne. A titokzatos átjárót választotta. Bátor. Jöhet a következő kérdés. Milyen esőnek nevezi a köznyelv a lehullva rögtön megfagyó csapadékot? Ónos eső, cinkes eső, rezes eső, vagy krómos eső? Hát akkor maradjunk az ónosnál. Igen. A válasz hamar megszületett. Ez a rögtön megfagyó csapadék jégbevonatot képez, túlhűlt vízcseppekből áll, és a neve ónos eső. Helyes a válasz tehát. Lássuk először Erika válasz területe. Na, mit mondasz, Károly? Titokzatos átjárót. Aha, titokzatos átjárót kérem. Titokzatos átjáró, Karcsi? Na most az a kérdés, hogy romboljak egyet, elég jól állunk pontban. Lélekvesztő. Ha az előbb romboltál volna, most már kettő szarva lenne kevesebb. De még van esélyünk. Ezt utólag már könnyű mondani, igen. Ugye? Szóval szarvat választasz. Igen. Hoppá. Még van két játékunk, úgyhogy... Még esély van. Még van esély, hogy leromboljuk. A sötét nagyúr választ még utoljára a titokzatos átjárót választotta, természetesen védi magát ő is, ahol tudja, és most az utolsó előtti kérdés következik. Melyik madár nem tartozik az énekes madarak közé? A fakusz. Van ilyen madár? Ezek szerint. A csuszka, a cinege, avagy a bagoly. A bagoly egészen biztosan nem énekes madár. Madár, igen. Szerintem igen. Lássuk a helyes válasz, valóban a bagoly. Talán nem végre felismertem egy madarat a fősorolásban, mert ez is nagyon nagy dolog volt, igen. Mi a cinege? Igen, jó, hát oké. Igen, nádo. Karcsi választott titokzatos egyetlen átjáró. Egy területből, igen, a titokzatos átjárót kell választania. Lássuk, Erika, fenyvesdug, lángolóhegyek, vagy éles. Hát a lángolót, ugye, Károly? Na, igen. Lángolóhegyek. Lángolóhegyek. Már lerombolni nem tudjuk a várát. És a sötét nagyúr, a keleti kapu, lángolóhegyek, sötét erdő, vagy a titokzatos átjáró közül is választhat. Hát, nyilván. A titokzatos átjáró volt ismét az áldozat. Utolsó kör következik, 4200 pontotok van, a sötét nagyúrnak 2000. Melyik kivégzési mód lenne végzetes Conor McLeod a hegylakó számára? Kívánni még egyszer tett volna a kérdést. Melyik kivégzési mód lenne végzetes Conor McLeod a hegylakó számára? Már hogy ő ilyen... A Sophie Marceau volt férje volt a hegylakó, ideig eljutottam, a Christopher Lambert. Lambert, igen. De hogy miről szólt a film 1904-ben, jó, lássuk a válaszokat. Gyakorlatilag arról szólt, hogy ő halhatatlan, és egyetlen egy mód van arra, hogy ő elpatkoljon. És nem vámpír. És nem, azt tudom, nem vámpír. Hát, ha ki tudjuk következtetni, jó, lássuk. Vagy méreginjekció. Mi az első, bocsánat? Akasztás. Akasztás. Méreginjekció. Villamosszék. Vagy lefejezés. Lefejezés. Jó, legyen az. A válasz nagyon gyorsan érkezett. Lássuk helyesen. Nekem az akasztás volt az első, de mindegy, mert... Mert a lefejezés. Mert a lefejezés a jó. A második megjegyzés bizonyult most helyesnek, és először most Erika választhat felsőségság, fenyvesdug, lélekvesztő, titokzatos átjáró, vagy az éles sziklák közül mindegyik 400 pontos, ne úgyhogy gyakorlatilag ilyen szempontból már taktikailag nem kell. Mondd, akkor mit válasszak? Bármelyik másik. Akkor a felsőségságot. Hát, Jé. Annyira sajnálom, mert hogy unikornist akartatok csinálni. Igen, de pont az többet ér. De lehet, nem tudtuk volna megcsinálni. De pontszámban már így is vezette. Nem baj, de hogy egy látványos pont legyen, ezért én választom majd a titokzatos átjárót. Jó, legyen a titokzatos átjáró. A sötét nagyúrnak két szarva maradt, nem lett belőle unikorn is, de a pontszámok alapján a mai játékot Erika és Karcsi nyerték. Igen! Ez volt már a szövetség, remélem jól szórakoztatok. Sziasztok! Erika. Ah!
Ismét a tudás győzedelmeskedett. Zenefüleinknek. Biogája. Reméljük, hogy ti is jól szórakoztatok. Nézzétek meg a korábbi szövetségadásokat is, és iratkozzatok fel a csatornánkra, hogy ne maradjatok le a legújabb videóinkról.